1955-ben vette fel az iskola Szilágyi Erzsébet nevét, ekkortól emlékeznek az Erzsébet naphoz kapcsolódóan a névadóra. A 70-es-80-as években szünetelt a rendezvény, a rendszerváltás óta viszont az iskola egyik legfontosabb eseményévé vált. Az ünnepség a névadó szobrának megkoszorúzásával kezdődött. Nagyon fontosak számunkra, hogy az intézmények ragaszkodjanak a tradícióikhoz, a hagyományaikhoz. Itt az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban, egy Erzsébet naphoz kapcsolódóan, most már több évtizedes hagyománya van annak, hogy az iskola közössége megünnepli a névadót, és ennek kapcsán egy ünnepségsorozatot rendez. Gönczi Sándor, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium igazgatója is fontosnak tartja a hagyományok ápolását. Ez egy bizonyos szempontból értékátadás. A hagyományok tulajdonképpen azok, amelyek a Szilágyiban mindig is megvoltak, ezek nagyon nagy értéket hordoznak, és a diákok ezáltal egy olyan értékrendhez kapcsolódnak, és olyan értékrendet kapnak ezáltal is, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos ő számukra, a személyiségük fejlődése szempontjából is. Az ünnepségen átadták a Szilágyis Alapítvány díjait és jutalmait. Ezeket azok a diákok kapták, akik az előző tanévben kiemelkedően teljesítettek tanulmányi versenyeken, közösségi munkájukban. A délelőttöt az Egri Szimfonikus Zenekar ünnepi koncertje színesítette, este pedig a hagyományos Erzsébet bál következett, ahol a nyitótáncokat a végzős diákok adták elő.